az első felnőtt Európa-bajnokságod, amin védesz, ráadásul helyből az olimpiai bajnok hollandok ellen. Nagyon jól ment neked. Nem féltél az olimpiai bajnokok lövéseitől? Igen, jól ment. Nem féltem. A Matyi eléggé felkészített minket, és szerencsére a védekezést is nagyon jól megoldottuk. A hátrányban sem volt hiba, és büszke vagyok a csapattársaimra. Tényleg, ilyen védekezés mellett érdemes védeni, tényleg. Ilyenkor mennyire drukkolsz a támadásoknál, vagy csak a védelemre figyelsz, és hogy mikor úsznak vissza támadni a hollandok? Én inkább a védelemre figyelek, de a támadásban annyiban segítem őket, hogy mondom, hogy mennyi van még hátra az idejükből, de egyébként nem szoktam beleszólni. A saját teljesítményeddel kapcsolatban mondd el, hogy mennyire vagy elégedett, vagy szerinted még mit kéne javítani? Hát azt mondom, hogy egyre jobb. Egész nyáron ugye meccseket játszottunk, úgyhogy már eléggé rutinos vagyok, bár ez az első évem a válogatottban. Hát egyre jobb, még a hátrányom, még az ejtésem valamit csiszolni. Köszönöm!